itt vagyunk. Tatabányárok, kanyarodunk ki egy Szetlával. Sajnos most busz nem jutott, és megyünk busz tovább a vonalat bejárni. De ha csak oroszlányit mentünk volna, akkor viszont jutott volna egy C56-os. És élesben ki tudom majd próbálni a stabilizátort, mert ugye az SC-kamerát az vettem egyet, úgyhogy majd a vonalbejas videót azzal fogom csinálni, ezzel csak az ilyen vlogolós részeket. Hát akkor haladunk, hát még legalább egy óra szerintem mire odaérünk. 50 perc. Ja, hát akkor majdnem. Pusztavánban PL-ágazásnál kell leszállni. Nagyon a PL-ágazás, most mondta a sofőrkézben. Megérkeztünk Pusztaván Citybe, és itt a helyi futár. Ott van egy pár random oda hány pixel, ja. Csak nem tudom mennyire látszik. Móra autóbusz állomás, azt azért kiírják ki a következő mikor jön. Hát de lehet, hogy itt csak ennyi van, nem? Hogy 16-10 kamely a következő, meg 11-11-nél. Valaminek látszik a teteje. Ott a sarokba kéne még a pontos időt kiírnia. Ja. Sziasztok, megérkeztünk a következő vonalbejárás helyszínére, Pusztavámra. Hát valahol erre ment a vasút, de úgy látom magánterület van, úgyhogy errefele nem megyünk. Viszont itt ment tovább, szerintem itt ment a vasút erre. Hát akkor ne megyünk azon a kis úton. Egy, és akkor most először élesbe tesztelve a stabilizátor, mert meglátjuk, hogy mennyire stabil képet fog így adni a kamera. Mert elvileg most így mozog mindenfele, tehát így próbálja a rezgést kiegyenlíteni, ahogy is sétálok vele. Hát reméljük, hogy jól fog működni. Igen. Persze, hát itt ment tovább még a vasút, csak... Igen. Itt ment be, ahol a farakás van, ott ment arra fele. Persze. Igaz van, hát arra fele lehet szerintem a felvételi épület is valahol, de akkor nem tudjuk megkeresni. Ja. Akkor megyünk erre. Ja, jó, hát akkor rögzítsük az utat. Nekem a telefon magától rögzíti. Majd lehet, hogy majd elő kell vennem a külső aksimat, hogy tudjam tölteni a kamerát. Nem van, hogy egy sín. Hát az eddig is van itt van mellettünk. Ja, híd. Az más. Ha mindjárt akkor előveszem a fényképezőt, azt akkor... Kihúzó vágány volt ma az váltók, erre jönnek szerintem, erre volt az állomás. Amerre mutatta ott a távol is, hogy vasútállomás mutatott. Gondolod? Ja, akkor az lehet, hogy errefele csak valami zé, meghosszabbított kihúzó, vagy? Na, ja, mindjárt előveszem a... Ez a részhez ment ki arra. Szóval... Ott egy lakodó. És ugyanilyen gazos. Ennyi egyébként a sinek megvannak, csak nem látszik ebbe a nagy gazba. De itt egy oldalrakodó, úgyhogy szerintem itt volt valahol a állomás is. Lehet, hogy amarra úton túl már csak egy kihúzó vágány volt. És az útból kiszedték a sineket, és hát felszedték, ami amarrébb volt azt is. Tehát addig akkor ez szerint ilyen bozótharcos lesz. Hát igen. Már csak a személyforgalom szűnt meg 50 éve, a teherforgalom az tovább megvolt. Aha. És hát volt olyan terv, hogy összekötik az oroszlányi vonallal, és akkor lett volna egy zsákvonal helyett egy összekötő vonal, mert ez végül is nem valósult meg, csak terv maradt. Figyelzel, mert ez egy túlnak. Tudom, hát az akác. Vonalbejárásnál az előfordul, hogy akkor gyakázba botlunk. Ja. Volt, szerintem itt is volt egy vágány. Nem semmi, és még ott is van egy betonaj. Itt van ez a két vágány, igen, amit itt a gazba. Meg tovább. Hát igen, ennyit láttunk belőle. És az is ott egy rakodó, na. Meg az a másik ott. Biztos, tehát ott rakodó volt, onnan a nyitott teherkocsikat ott pakolták meg szénnel. Ez meg úgy nézett ki, mint egy élő állat rakodó, nem? Hát itt meg a... Tehát szerintem volt még itt is vágány, ahol most állok, nem? Igen. Sőt, már ott belül is ott van egy...
Hát nem, az a másik, hát itt két vágány, az eljött eddig. Azt eddig is láttuk. Kíváncsi, hogy vagyok a stabilizátor, hogy muzsikál. Hát most csak ezzel veszem fel a videót, úgyhogy remélhetőleg jó lesz. Meg így nem látom folyamatosan, hogy mit vesz, mert ez lekapcsol az LCD. De kell is, mert kimérni kell az aksit. Na, látsz valamit? Ja. Akkor ugyanaz. Ugyanaz a két vágány, de ott van még egy. Ez eddig nem volt. Hát akkor gyerünk tovább a bozótba. Bár ez már sokkal barátságosabb, mint ami eddig volt. Itt már jobban lehet haladni, és itt vagyunk még mindig Pusztavárnak a területén. Még belterület. Mi lesz itt, ha majd kijutunk a faluból? Jau. Hát mindegy, megyünk tovább, aztán majd. Igen, persze, hát az állomás az három vágányos volt. Pedig még állt a felvétel épület, nem is olyan régen. És elvileg nem is olyan messze lennie kéne egy megállóhelynek is, legalábbis volt ott valahol Pusztavámas, vagy minek hívtak, mindjárt megnézem. Csak legyen ennyi, hát látjátok, itt van ez a szintén nagy susnyás. Visszanézek erre, erről jöttünk. Hát mehetünk tovább. Hát a szokásos susnyás. Na, szép. Hát most hát odaadig akkor bozót harcolunk. Hát egy minden esetre, de itt legalább van kitaposott út, és itt mentek a vágányok valahol, nem? Lent? Ja, de tényleg ott vannak a sinek. Megvan. Ja. Hát kiértünk az állomásra, ez ma nyílt vonal. De lehet ott menni? Van? Akkor menjünk ott. Hát nem egyszerű itt sem menni, de azért megpróbáljuk. Közben az esélynek az aksia az úgy tűnik, hogy haldoklik, mert hiába töltöttem csumára tegnap, úgy kb. 10 perc alatt merült le. A gimbal meg nem tudja tölteni, mert... Pont. Pont olyan kábelt adtak a gimbalhoz, ami ehhez nem jó. Én egy powerbankről töltöm, így viszont így kilóg a kábel minden irányból, de sem baj, de legalább működik. És ennyi. Itt vagyunk a töltésen. Éppen dzsungelharcolunk. Nem is gyengén. És ez még jó pár kilométerig szerintem így lesz. De hát ha. Muszáj levásznunk a töltés aljára, mert itt nem lehet haladni. Na, most lesz igazán próbára téve a stabilizátor. Ha ezt kibírja. Anélkül, hogy rázkódna az ég felvétel. Hát tiszta izé, diósenő romhány. Ott látunk a sonlókat. Ja. Majd ezt a videót megmutatom Benjónak, hogy ilyesmi a romhányi vonalon is, és ezért nem fog arra fele többet vonat menni. Na, ott van egy vágánykivetődés. És lássátok, feleim, ott van.
Így ennyi, hogy se hevedes, se sincs valami, nincs, ami tartsa a vágányt. De itt már jobban lehet haladni mellette. Ha, hát megérkeztünk az első útátjáróhoz. Sinek is ott vannak, csak kicsit ráholták a földet. És mehetünk erre tovább. Hát nem semmi. És találtunk egy szelvénykövet, ez a 108-as. Körülbelül másfél kilométert jöttünk egyébként, mert már a 111-eset is elhagytuk. 33 perc alatt jöttünk, elég lassan haladunk. Hát ennyi. És akkor itt erről jöttünk. Pusztavám a só, nem jelöli, hogy szelvény szám szerint hol van. Viszont 8-nál van átkipuszta. Tehát szerintem pusztavám a só, az valahol majd, hogyha kiérünk az erdőből, ott leszem. Na és akkor muszáj megint itt a töltés mellett menni, mert járhatatlan odalent. Ott abban a bevágásban, ott megy a vonal, mi pedig itt megyünk mellette. Itt ezen az erdei úton. És pusztavám alsó, még továbbra se tudjuk, hogy hol lehet. De szerintem az a megálló már akkor megszűnt, amikor még a vonal működött. Úgyhogy lehet, hogy semmit nem találunk róla. De csak hogy lássátok, hogy hol vagyunk. És elárulnád, hogy miért nem töltesz? Ne. Ja, egyébként igen. Na hát, úgyhogy inkább itt fogunk menni lent. És nagyon jó, hogy azért így lehet vezérelni a gimbalt ezzel a kis joystickkal itt előtte. Na. Hogy ez eddig nem jutott eszembe, hogy nem ezért kell rángatni a tartóját, hanem ezzel a kis lével. Kurzor billentyűkkel kell irányítani. Hát az élet semmi. Hát nem baj, még ki kell tapasztalni a Sabi használatát. És ott a 101-es szelvény. Na, még tanulni kell a gimbal használatot. Na, talán így jó lesz. És akkor megyünk tovább, és kijutottunk a susnyásból. Legalábbis egyelőre, de mindjárt megmutatjuk. Hogy itt erről jöttünk, és innen már egész baráti a helyzet. Csak az első két kilométer volt olyan eszeveszett bosszút halt. Hoppá! Úristen, mi van ott előttünk? Már kezdtem örülni, hogy végre lesz egy lazább szakasz, ahol tudunk is haladni. Mert így majdnem egy óra alatt jöttünk két kilométert, úgyhogy... Nem baj, de 17, mikor indul 17-10 kör, úgyhogy nyilván megy a vonat Fehérvárra. 17-2, hát... Jó, mondjuk azt el fogjuk érni, azért annyira lassan nem haladunk. Itt az ív, most fordulunk el erre lefelé, és még utána keresztezzük a közutat is. Aha. Viszont utána egy darabig párhuzamosan fog menni a közúttal, tehát ott már jobban tudunk haladni, ott behozzuk azt a... Arkipusztánál megy a közút mellé, látod? És ott megint átmegy utána a közút, utána megint megy a közút mellett egy darabig. De? Elfordul, és utána már ott vagyunk most. Jósabban haladni. És mindjárt jövünk az erdőből, itt ott az ív benne, ott az erdő szélénél fog már menni. Látod? Uh-huh. 2,5 kilométert jöttünk 58 perc alatt. Hát igen, az azért nem jó teljesítmény. Másfél kilométerre vagyunk lemaradva, mint ahogy szoktunk haladni. Hát mindegy, mondjuk időnk az van. Tehát egy óra alatt szoktunk olyan 4-5 kilométert menni. Hát igen, tehát most 17-ig csak kérünk móra. Aztán utána meg akkor megyünk a vonattal. 5 óra alatt csak időjön. Viszont emberek járnak szerintem, látod? Hát persze, hát ez egy kitaposott földút. Na, ott a 100-as szelvény. Na. Aha, ott van. És azt figyeld, milyen dzsungel van előttünk. Szerintem, hogy mi hazaérünk, utána meg át kell egymást nézzük a kullancsáj miatt. Na, hogy bekapjunk egyet, tehát hogy kapnak a fejét.
Meg szerintem nincsen már kullany szezon. Na hát még, de még annyira azért ez se vészes. Ezek a fehér izében, tudom is én micsodák, ezek nem szúrósak. Nem is nagyon vastagok, tehát így simán tudunk sétálni itt mellettük, köztük. Egészségedre! Inkább ez jöjjön ki, mint az orvos. Aha, és akkor itt hiányzik a sín. Eddig van meg. Hát, hogy ez telszerű bontás volt, vagy ellopták, azt ebből nehéz megmondani. Bár, hogyha meg felbontották, akkor miért csak eddig, tehát... Nincs. Akkor nem csak egy... Hát akkor lehet, hogy itt ezért kiszedtek egy sínszálat. Hát nem egy sínszálat, egyik oldalról sincs meg. Hát jó, hát annyi, de hát akkor egyet-egyet mindkét oldalról. Tehát akkor ez biztos nem telszerű bontás volt, mert különben akkor többet kiszedtek volna. Hát és igen, és itt már megint a bozótba kell menni. De jó, ez egy... Hát menjünk tovább. Nézzétek, mekkora fa nőtt ide. 95-ös szelvény. És megint egy picit jobb lett a helyzet. Most itt már jobban lehet sétálni a sineken, csak az őszelvényben lógnak itt be a fák, de na, ezek alatt meg át lehet bújni. Simán, és mehetünk tovább. Az esélybe megvenni kell egy új aksit. Mert most már szinte csak powerbankről megy. És meg állandóan beleakad a kábel valamibe. Így meg nehéz videózni. Azt nézzétek. És itt már betonaljas a pálya. Eddig is az volt. Nem, csak nem nagyon látszott itt a igazba, de... De 48-as sinek és betonaljak. Kicsit benőtte a moha. És ezt nézd meg, még egy hatalmas nagy farsinek között. Hát ez az. És ez elég vastagra megnőtt, hát. Hát nem, hát nem mostanában járt erre bármi is. Hát ezen nem. Még tolólappal se. Hát ide már motorfűrész kéne a PFT-nek, hogy ezzel bármit is kezdjen. Hát itt vagyunk. Itt vagyunk a közúton is. Földkúp mindkét irányba. Itt be tudunk menni. Legalábbis megpróbálunk. Oké, és előre. És hát itt van a... Haladunk tovább a vágányon. És azért susnyás itt is van, nem is kicsi. És nem semmi, errefele van a... Áú, na, gyere már! Na, nézzétek, erről jöttünk. És kezd megint jobb lenni a helyzet. És így, ha elnéztek arra... Na. Akkor most jól állunk. Mert itt még egész jól járható, így az útátjáró után. Úgyhogy, hát remélhetőleg ennél rosszabb most már nem lesz. Aztán meglátjuk. És egyébként körülbelül még egy kilométer és Árkipusztára érkezünk. Ugye Pusztavám alsót, azt nem láttuk. Szerintem van, viszont Árkipusztánál talán még az épület is megvan. Ne? Állomás volt valahol, hát lehet, de szerintem Pusztavából só, az megállóhely volt, nem állomás. Megállódakodó hely? Ja, az mondjuk a helyet, hogy megállódakodó hely volt. Ott oldalon voltak a vágók?
Lehet, mondjuk. Viszont átkipuszta az, az 8 kilométerre írja, úgyhogy valahol a 90-es meg a 80-as között kell lennie. Hát valahol ott igen, de azért mondom, hogy hamarosan már meg kell érkezni. Mint egy kicsit lejjebb viszont a kamerát, lássátok a felépítményt. Hát az ugyanaz, a betonaljak és 48-as sinek. Ugye ezt még úgy építették, hogy tehervonatoknak. Itt van egy kisebb átteresz, most vagyunk át rajta. Vassző? Keresztbe. Aha. Valami közüzemi vezeték lehet. Aha, ott van. Ó, ezt nézzétek. Na? De fogja egy kicsit tovább, mert az olyan, hogy... Ezért, hogy... Nem azonnal. A biztos. Na. Aha, közben itt már sokkal jobb a vágány. Itt egyenesen lehet haladni. Ja. És itt a legjobb a terület. Ez az igazi vonalbejárósnak. Kedvező vágány állapot. Igen. Meg itt a sín is nagyon jól járható. Hát az ugyanaz a felépítmény nem változott, azt szerintem. Az egészet építették át egyből betonaljasra, meg 48-asra. Mert akkor még intenzív elforgalom volt, ugye gondolom, hogy nehéz tervonatokat vittek szénbányászatra, meg ne. Tehát, hát oda kellett a masszív felépítmény. Arra nem érdemes fotózni, mert arról sütönök. Elkúrfotóztatva. Egyet-kettőt lőttem arra is végül is. Hát akkor... Haladjunk tovább. Na itt viszont tudunk haladni jól. Aha, és itt van egy egyszerű útátjáró jelző tábla, és első zsírújtel. Úgyhogy ezt miért tették ide, lejtély? Itt lesz egy útátjáró, ilyen kisebb út. Jó, de csak is akár már egy 50 éve legalább megszűnt vonalon. Szükség mikor, és nem rég rakadták ide. Hát elég jó. Nem úgy néz ki ez a vonal, mint amit rendszeresen gondoznak meg. Járnak, hát tiszta gaz az egész. És hát közben haladunk. A kukoricás mellett földúton. Aha, ennyi. Nem, az nem hiszem, hogy a megállóhoz tartozott. Az új építési. Vagy legalábbis újabb. Kis visszatekintés. Megvagy. Valaminek beragadt a kőkje, hallod? Ja. És itt is el van izé, nézve villanypásztorozva. Pedig hát ez a vasútvonal nincsen megszüntetve, csak szünetelő. Á, nézd meg, el van szakítva. Ez csak, nem is kell adta átbújni. Meg lehet kerülni. Itt? Hát lehet egyébként. Bár még a peronnak a nyomát nem látom. De errefele kellett, hogy legyen valahol. Aha. Kiérkeztünk megint az útra, és ez már Mornak a belterülete. Megyünk tovább. És már ugye nagyjából 68-as szervén környéken járunk, és itt is volt egy, valahol egy állomás, vagy megállóhely legalábbis. Valami, hogy is hívták? Ugye megnézem. Aztán valami nem is tudom, de ez már Mól. Mól új telep. És ez valahol itt volt, mert a 7 kilométerre írja, tehát 71 szervény meg elhúztak, és nézd csak, lehet, itt volt a pedon. Ezt nézd meg.
Tehát itt lehetett egy megállóhely. Nem, ez szerintem útátjáról volt, mert fel van kimaradva. Ja, akkor egy picivel alébb lehet a megálló. Régen itt ment az út, ott kivitték a motor. De biztos, mert a fényképeken is úgy volt, amit csináltak a megállóra, hogy valahol itt. Aha. Ezen a környéken. És aztán lesz egy Szahadov nevű megálló az 54-es szelvényben. Ott a szelvényszámot is leírták. Úgyhogy ez itt út volt. Ja, hogy itt út volt. Tehát nem mindegy. Haladunk tovább, aztán majd kiderül. Azért ez a Szahadov megálló az érdekes. Az biztos valami bánya, vagy ilyesmi mellett volt. Tudom, egy szahanovista mozgalom, vagy ilyesmiből miről kapta a nevét, de csak erről kaphatta. És itt de ez volt a térképési valahol itt. De mindjárt megnézem most már, ez érdekel. Akkor ezt nézzétek. Itt megy tovább a vágány. És akkor szépen elnézzünk még arra is. Na. Oké, úgy. Ott arra is lesz még. És arról jöttünk. Ja. Hát akkor menjünk az út mellett, igen, ott azért. Nem tűnik egyszerűnek, de hát itt párhuzamosan megy a közút mellett, úgyhogy is simán tudunk menni. Később fog arra elkanyarodni, nem? Na jó, hát akkor majd jelentkezünk később. És itt a következő átjáró, viszont na, nézzünk szét akkor a vágányon. Földutas átjáró, hát nézzük be, mennyire járható. Ez már volt belterületén van. Szelvénykövet kéne keresni, pontosan merre is vagyunk. Hát eléggé be van nőve itt. Szintén agaz. Agaz, az aztán van. És itt vagyunk. Hát nem tudom, mennyire lehet itt rajta haladni, majd mindjárt megnézzük. És ott van egy busz megálló. Az már ott, na. És pont elment ott egy busz, na. Remélem sikerült fölvenni. Na itt vagyunk, megint egy átjárónál. És egy szakaszon megint túl. Na. Fordulj meg arra. És ott van. És itt lesz valahol azt a Hanov megállóhely. Igen, 54-es szelvény, így viszont fényképet nem. Ott egy szelvény, nem, az nem szelvény, viszont vonóvezeték tartó. Igen, ott látunk egy beton alapot, az valószínűleg egy bejárati jelző maradványa lehetett. És 4 kilométerre meg ott van már Mól sporttelep. Eddig viszont úgy tűnik, hogy járható a pálya. Tehát szerintem valahol itt volt az a megálló. Nézzétek, itt egy közérdekű közlemény. Hát azért, ha nem túl népszerű. De hát ez a betonkerítés biztos, hogy valami gyár, vagy bánya, vagy ilyesmi lehetett. Sőt, itt egy iparvágány. Tehát ez egy iparvágány kapuja. Szerintem. Nem? És akkor itt volt egy másik vágány, ami bevezetett ide a területre. Tehát szerintem itt volt akkor a megálló. Itt volt valahol. És nézd meg itt már, és itt alfás a pályvejt, addig nem betonaljas, tehát. Aha. De csak itt ott megint betonaljak vannak. Még először azt hittem, hogy nem, hogy itt lehetett a váltó, de nem, mert az biztos, hogy arrébb volt. Mert ott szokott alfás lenni, ahova a váltót beteszik. Mert régebben még nem sok betonaljas kitérő volt. Hogy ott volt a váltó, mert itt nem tudod, hogy nem nézve, amikor a felfogó. Ja, hát igen. Aha, itt van. Hát ennyit leaszfaltoztak a sinekre. Látjátok ti is. Ja. Hát akkor eddig járható a vágány. Hát elég gyorsan kéne mennie, hogy itt átugrasson. Ja.
És itt fordul egyébként a nagy állomás fele. Hát még nem éppen. És akkor megérkeztünk Morsból telephez. 42-es szelvény. Mutatjuk, hogy arról jöttünk. Így jövünk tovább is. És itt állnak a buszok. És itt volt valahol megállóhely. Hát a, még a pedonnak a maradványa is látszik, mindjárt azt is megnézni, és egy kicsit közelebb kéne menni. De mindjárt, igen, itt is vagyunk, itt van még egy átjáró. És itt volt a pedon, jobb oldalt. Ott még van egy kis busz is. Okay. És akkor itt van a Morsi Sporttelep megálló. És megy ki az Ikarus. És egyébként ami érdekes, hogy itt ketté van vágva a vonal. Látjátok itt... Szerintem megvannak az ok. Nem, a sinek megvannak a túloldalt is, hát hogyha ott megnézed, ott vannak. Itt megy befele, itt megvan az ok alatt is, ahogy mindenki szerintem. Megvan az, csak... azért valószínűleg ráaszfaltoztak, és azért tették ide a földkúpot. Viszont mindjárt ki fog menni az Ikarus. És akkor gyerünk tovább. De a sinek azok megvannak, csak valamiért ketté lett vágva. Mehetünk tovább. Egyenesen is még körülbelül egy olyan, hát 4 kilométer van múlik. Ugye a kétharmadát azt már sikeresen bejártuk. Úgyhogy innen már előre. Most úgy látom, hogy így egyenesen vezet tovább. És végig járható. Ezt nézzétek. Itt a sporttelep után ez a úszelvébe logolt olmas volt. Nem csoda, hogy végül nem engedték be a külön vonatot, vagy 3 évvel ezelőtt, mikor... Azért ezen a úszelvébe logolt olmaságon nem csak tudott volna jönni. Sőt, az elég szépen összevisszatörte volna az élvédőt. Csak ebben egy olyan 3 kilométerre vagyunk Morstól, úgyhogy innestől, mert tényleg nincs messze. Van itt még egy ív, és akkor talán lesz fordul már rá az állomásra. Nem az állomásra, nem csak az üzemelővonal felett. Ja, hát annyi, ja igen, itt egy nyíltvonali kiágazás lesz, de hát az már gyakorlatilag az állomáson van. Hát nem, az állomáson még vagy egy másfél kilométer. Ja, nem olyan sok nincs. De igen, de hát innen már mindjárt ott vagyunk. Még veszek is egyenes fotókat. Hát, mert elvileg a papíron sporttelepig járható a pálya addig a földkúpig, hát... Gyakorlatilag. Valószínű. Hát ugye az volt a terv, amikor itt a Gőzössel jöttek volna ide a sporttelepig valami foci meccsre. Aztán a Gőzös saját nohab lett, és nem is ment ki addig, hanem csak az állomásig. Szerintem mikor megrendelték a menetvonalat, kiküldtek ide PSZ-t. Igen, biztos is. Meglátta ezt a belógó ágat, ami akkor még jóval kisebb lehetett, az ott eltelt 3 év. Meg alapból milyen állapotban van. Még azért mondták, hogy ez ennyi szerintem. Hát valószínű, mert... Jó. Jaj. Már nem lehetünk egyébként messze az állomástól se. És innen már ilyen nagyon járatatlan szakasz nem lesz. Hát a nehezén már bőven túl vagyunk. A nagy bozolt harcos action után. 32-es szelvényt most hagytuk el, tehát ilyen 3 kilométer még, azt ott is vagyunk. De igazából siettünk nem kell, mert 17-kor indul a vonat csak. Azt meg így bőven el fogjuk élni. Na ezt nézzétek, közben jöttünk egy kilométert, és itt már azért egyre szarabb a helyzet. Itt azért vannak érdekesség, itt egy fügykarónak a maradványa. Na, igazán egyenesbe is állhatná néha. Azért néha ez a gimbal is tud érdekeseket csinálni még, azt nem ismertem ki. Most is elmed Ferdébe, de minek? Hát egyenesre volt állítva. Na, így legyen, menjünk.
Hát igen, így ezt elnézve már nem csodálom, hogy a külön vonatot nem engedték be. Ahogy egyre inkább haladunk, egyre inkább vannak ezek a nagyon gazos pályadész, meg még fák is az űrszelvénybe, hát igen. Nem csodálom, hogy végül nem engedték be, mint a 26-os szelvény. És hát ugye már 2,5 kilométerre vagyunk Mosztól. Úgyhogy haladunk. És még kb. 2 óránk van a vonatig. Mondjuk 2 kilométer, 2 óra alatt már csak legyűrünk valahogy. Ilyen állapotok vannak. Hát. És ez a szakasz még papíron járható volt, legalábbis még 3 éve biztos. Még ki is adták a menetvonalat rá, hogy bejöhet ide a külön vonat, hát aztán utána visszavonták. Hát ezt ahogy így megnézitek, gondolom, és se csodálkoztok rajta. Hát akkor ezt nézzétek. Innen szépen kizették a sineket. És kint van a vörös négyzet is. Mint ahogy itt is. Hát nem. És ez szerintem ez új, tehát ez még néhány évvel ezelőtt szedhették így ki. És akkor most a papíron is csak eddig járható, hát látjátok itt már kint a vörös négyzet túloldat, és ugye ki van szedve itt az átjáróból is a sín. Hát, erre a vonalról így már lemondtak. Szerintem nemrég volt itt egy útfelújítás, és ezt akkor csinálták. Á, mondjuk az itt is van gaz, de... Nem is kevés. Tehát, ahogy megyünk befele, úgy egyre jobban lehet érteni, hogy miért nem engedték be a külön vonatot. Hát ezeket elnézve, egyáltalán nem csodálom. Meg itt meg átugrottam volna az átjáról. És akkor megérkeztünk ide a 5-ös vonal mellé, és az ott már Mórnak az előjelzője. És itt van mellette a pusztavávi vonal. Akkor ide kijövünk, ez már a 255-ös szelvény, akkor ez már maga, ez arrafele van Fehérvár. Erre meg Mór. És annyira van ide Fehérvár, 25-ös. Aha. És itt van a bejárati előjelző. Hát igen, azért nem, mert akkor sejtettem, hogy akkor Mórtól van szelvényezve. Tehát most már valószínűleg egy ilyen másfél kilométerre lehetünk. Hát vagy annyi se. De mindjárt benn vagyunk a Komóron. De ez már az üzemelő vonal. Igen, az ötös. Hát már amennyire, ugye napi 2 vonat megy rajta. Hát jó, meg teher is. Hát most már nem annyi, hogy vége a tenelésnek, de amikor a tenelés volt, akkor azért rendszeresen voltak a tehervonatok. 256-os szelvény, hát Mór az nem tudom mennyinél van, de néhány kilométer maximum. És igen, is itt megy mellettünk a vonal, ez a pusztavámi. Na de szép, hát akkor becsatlakozás nincsen. Na itt vagyunk a 6-os szelvénynél, és hát látjátok, hogy eddig járott hivatalosan, ez a tolatási határig. Utána már kihenve. A 6-os szelvénykő, és ez már gyakorlatilag, ez már váltókörzete Mórnak. Mindjárt beérünk Mórra. Annyi, hát mondom, ez már váltókörzet. Úgyhogy ennyire sem meg is érkezünk. 600 méter. Ez a vonalbejárás mondhatni ennyi volt. Besétálunk az állomásra, aztán még egy órát kell várni a vonatig. Hát akkor, sziasztok! Vonalbejárás vége, pusztaván van Mórvonal végig bejárva. Hát most van 16-12, 17-02 a vonat, van még 50 percünk. Addig ezt a sört például meg is lehet inni. Sörcikét? Bizony. Sörcikét akkor ezt. Igaz, hogy győzzük? Nem kőben jöjj, de akkor is jutalom a nap végén. Hát igen, jutalom a nap végén, ők is 13 kilométer egy alogás után. Sőt, volt 14 is inkább. Hát, mondjuk a vonal 12, mondjuk a...
Hát a 111-es szelvét azt már útközben kaptuk, akkor már legalább egy kilométert jöttünk, és módig van szelvényezve, tehát de mentünk itt még a városon is valamennyit, plusz még a kerülők, amikor ugye nagy gaz miatt kerülni kellett, úgyhogy a 13 tuti megvan. Úgyhogy majd jönni fog a Bézi, azzal bemegyünk Fehérvárra, Fehérvártól, meg hát ami jön. Onnan azért már a tártak fél óránként biztos nem megy valami Pest fele, tehát azzal már nem lesz probléma. Majd csak valamiben hazajutunk. Biztos. Ja. Csak még kajálni kéne a estire is, tehát... Megkajálunk meg az utána. Az estibe, aztán majd ami jön, azt azzal megyünk. Jó. Ja. Úgyhogy ez a videó az ennyi lett volna. 34 perc van menet. Ki lett próbálva a stabilizátor is, hát... Az esélyhez viszont új aksit kell venni, mert az nagyon nem akar működni, a stabilizátor viszont jól működött, az bírta egy aksival, de még félig sincsen az aksia, tehát bírta, csak kamerához kéne egy új aksit venni, vagy egy olyan kábelt, amivel lehet tölteni a stabilizátorról, mert közben ez így, hogy még a puszkában is, mindig belakadt mindenbe, de az igyekeztem. Hát aztán az új is majd csak otthon derül ki, amikor áttöltöm a gépre a felvételeket, hogy stabilizátor az, hogy működött, vagy hogy nem. Én majd még szerintem, hát, tehát, hogy még a YouTube-ra is nyomatunk kézilladást is. Elmondhatjuk, hogy mit csináltunk ma, de akkor ez a videó az ennyi lesz. Szóval reméljük, hogy jól sikerült a sorozatomba. Meg az is, hogy most a hang jól sikerül, lehet, hogy majd rá kell erősíteni, hogy elég messze vagyok a kamerától, de így tudtam megoldani, meg álványra tenni. Úgyhogy akkor ennyi. Na akkor, sziasztok!